Köszöntelek, Jónásné Zsuzsa vagyok, önismereti és párkapcsolati trénerpedagógus. Azok, akik rendszeresen nézik a videóimat, azok tudják, hogy a bántalmazással, a narcizmussal, az áldozattá válással, illetve a bántalmazásból való szabadulással foglalkozok a videóimban, és a narcizmusról, valamint a bántalmazásról adok információkat, felvilágosításokat, és probléma megoldó stratégiákat. Ebben a mai videóban most nem a bántalmazóról szeretnék beszélni, nem azokról az emberekről, akik akár narcisztikusok, vagy mérgező emberek, vagy bármilyen más személyiségzavarban szenvednek, és emiatt bántalmazó kapcsolatokat alakítanak ki, hanem az áldozatokról szeretnék egy kicsit beszélni. Ugyanis ahhoz, hogy létrejöhessen egy bántalmazás, ahhoz mindig két ember kell. Kell egy, aki lesz a bántalmazó vagy agresszor, és kell egy, aki az áldozat vagy az elszenvedő, aki elszenvedi a bántalmazást. Vajon mi az az ok, ami miatt egyesek agresszorokká, bántalmazókká válnak, míg mások áldozatokká? Ez egy különleges mentalitás, az áldozatmentalitás, mert hogyha jól megnézzük magunkat, azok az emberek, akik bántalmazást szenvedtek el, akkor fel lehet tenni a kérdést, hogy vajon mi miatt váltunk bántalmazottakká, miért vagyunk mi áldozatok, és miért érezzük úgy, hogy az áldozat szerep miatt nekünk valamilyen kiváltságunk van a kapcsolatban, vagy esetleg nem a bántalmazóval való kapcsolatunkban, hanem más áldozatokkal való kapcsolatunkban. Ugyanis nagyon sokszor olvasom a hozzászólásaitokat, látom más portálokon felrakva is a bántalmazottaknak a megnyilvánulását, és sajnos azt látom, hogy vannak olyan emberek, akik következetesen sportot űznek abból, hogy az áldozatmentalitásukat fitoktassák. Százszor leírják, elmondják, megjelenítik, hogy milyen bántalmazásban volt részük, mit sérelmeznek, mennyire fáj ez nekik, nem tudnak belőle kilépni, nem tudják megszakítani a traumakötést, állandóan vissza szívják őket a kapcsolatba, újra kezdődik a bántalmazás, és hogy nem tudják, hogy mit tegyenek, nem tudják, hogy lépjenek ki ebből az állapotból. És én azt látom sokszor, hogy nagyon sok ember nem is akar kilépni ebből az állapotból. Mondja, mutatja, de a valóság az, hogy nem akar kilépni az áldozati mentalitásból. Vajon miért jó az egyeseknek, hogy áldozatmentalitást vesznek fel, és miért jó az, hogy ebbe a szerepbe tetszeleghetnek önmaguk előtt és mások előtt is. Az áldozatmentalitásnak a jellemzőiből fogok itt egy jó pár dolgot elmondani, és jó lenne, hogyha ebből megértenénk, hogy amikor áldozatmentalitásban van valaki, akkor hasonlóvá lesz a bántalmazóhoz. Csak annyiban fog tőle különbözni, hogy a bántalmazó is használ egyfajta bántalmazási technikát, taktikát, míg az áldozatmentalitású ember is használ egyfajta, vagy többfajta bántalmazó technikát, manipulációt, befolyásolást. Tehát miért jó áldozatnak lenni? Először is, aki áldozat, az úgy gondolja, hogy a dolgokban nem ő a hibás, mindig másokat lehet hibáztatni, külső tényezőket, külső embereket lehet okolni, és így mentesül az illető a felelősségvállalástól, mentesül attól, hogy számunk érhető legyen, hogy esetleg azt mondják, hogy hibáztál valamiben, vagy valamit másképp kell csinálnod, mert ugye az általános áldozatképünk az, hogy jaj, szegény, sír, pusul, bánata van, tehetetlen, segíteni kell rajta, és akkor beindulnak ezek az ösztönök, ezek a késztetések nálunk, hogy akkor vigasztaljunk, segítsünk, hallgassuk meg, pátyolgassuk, adjuk a jó tanácsokat, és egy idő után észreveszünk, hogy ettől még nem fog változni semmi. Hogy nagyon sok áldozatmentalitású ember benne marad az áldozat szerepében. És tudatlanul is, van benne az áldozatmentalitásban van egy olyan, hogy
haszon van az abból, hogy valaki áldozat. Haszon van belőle, és úgy gondolja, hogy ő, mint bántalmazott, mint áldozat, ő különleges bánásmódba kell, hogy részesüljön, körülötte kell, hogy a világ összpontosuljon, őt mindenkit meg, tehát mindenkinek meg kell őt hallgatni, mindenki elé tárhatja a problémáját, mindenki köteles tanácsot adni neki, a kedvébe járni, vigasztalni, felvidítani, megoldásokkal elhalmozni. Tehát ez ugyanolyan manipuláció, mint amit a mérgező emberek csinálnak az áldozataikkal, hogy arra manipulálják, hogy az áldozat kiszolgálja a bántalmazót. Tulajdonképpen az áldozat is egy rejtett, egy bújtatott bántalmazó, méghozzá a hasonló áldozatmentalitásban lévő embereket használja ki. Kihasználja a figyelmüket, kihasználja a jó érzésüket, kihasználja nagyon sok áldozata a segítőkészséget, az altruizmust, kihasználja azt, hogy jön ez a késztetés, hogy a másik felé fordulunk, és egy idő után természetes részévé, személyiségének a részévé teszi, hogy ő egy áldozat. És ő ebbe jól érzi magát, ebből nem akar változtatni, ebből nem akar kimenni. Ő úgy jeleníti meg magát mindenki előtt, hogy ő áldozat. Ez egy áldozat mentalitás, és ez egy nagyon-nagyon nem egészséges személyiség megnyilvánulás, illetve nem egészséges lelki megnyilvánulás. Az áldozat mentalitásban nagyon sok minden más is benne van. Például az, hogy állandóan védekezik az áldozat. Védekezek az ellen, hogy vádoljanak, hogy hibáztassanak, hogy felelősségre vonjanak, hogy számon kérjenek, hogy elszámoltatható legyek, mert hogyha áldozat vagyok, akkor az áldozat úgy gondolja, hogy ez alól mentesül. Az áldozat mentalitást jellemzi még az, hogy nagyon sokszor túl részletezi a dolgokat, túl kikockázza, túl ecseteli azt, hogy őt mennyire bántalmazták, ő ezt folyamatosan ismételgeti, szó szerint nap mint nap, óráról órára, percről percre felemlegeti, jól érzi benne magát, sajnálja benne magát, sajnáltatja benne magát, és ez sem egészséges dolog, hogy az áldozat az elszenvedett dolgokat arra használja fel, hogy másokat érzelmileg manipuláljon vele, vagy akár anyagilag is manipulálhat, vagy kihasználhatja azt a fajta segítőkészséget, hogy bármit gyűjtsenek a számára, vagy olyan dolgokat biztosítsanak, ami amúgy nem illetné meg. Az áldozat szerepben lévő ember mindig azt mutatja, hogy ő egy kihasznált ember, egy olyan ember, aki nem tud megbirkózni az életfeladatokkal, aki másnak az áldozata, a körülményeinek az áldozata, rengeteg negativitás van benne, bizalmatlanság van benne, azt érzi, hogy rettenetesen magányos, hogy senki nem érti meg, és hogy ő mennyire ki van szolgáltatva a körülményeknek, a közösségeknek, a társadalomnak, a másik embernek, és emiatt érez egyfajta nagy tehetetlenséget, azt, hogy nem tud, illetve nagyon sok esetben nem is akar változtatni ezen az áldozatmentalitáson. És mivel nem akar változtatni, mert ebből nagyon sok előnye keletkezik, ezért nem is veszi észre azokat a lehetőségeket, ami új megoldásokat kínálna a számára, nem veszi észre, hogy lehet kilépni az áldozat szerepből, mit lehet azért tenni, hogy ne legyek többé áldozat. Inkább újra és újra generálja magába a félelmet, a szorongást, a kudarcot, a pessimizmust, a kiszolgáltatottságérzést, csak ne kelljen változni, ne kelljen elveszíteni az áldozat mentalitással járó hasznokat. Az áldozat szerepben lévő emberek nagyon sokszor úgy látjuk őket, hogy képtelenek az örömre, hogy folyton csak panaszkodásból állnak ki, elégedetlenek, mindig másokra mutogatnak, olyan az életük, mintha önszabotást végeznének, tehát saját maguk ellen lennének.
másokat okolják a szenvedés történetükért, újra és újra felidézik a bántalmazást, úgy látjuk rajtuk, hogy nagyon alacsony az önbizalmuk, negatív az önképük, úgy élik meg magukat, mint egy kudarcot, és nagyon sok áldozat emberben feljön az önutálat, az önsértés, a belső szorongás, az a fajta tehetetlenség érzés, hogy nem tudok megbirkózni a dolgokkal. Tehát ezek az emberek nem változnak, vagy nagyon-nagyon nehezen változnak, és felhasználják ezt az áldozatmentalitást másoknak a kihasználására. Az áldozat szereppel lehet nagyon nagy mértékben azonosulni, életünk részévé, személyiségünk részévé tenni, de hogyha az áldozat szereppel azonosul valaki, akkor azt is tudomásul kell venni, hogy akkor úgy is kell élni, mint az áldozatnak. Tehát akkor nem igazából nem lesz sikeres, nem lesz helyes önértékelése, nem látja helyesen a világot, nem látja helyesen a kapcsolatait, nem lesz bizalma, nem fog önmagában sem bízni, és másokban sem bízni, tehetetlenségérzést fog érezni, és az áldozat játék szabályai szerint kell, hogy éljen, és ez egy idő után egyfajta önmérgezés, önszabotás, önlejáratás, nem is igazából lejáratás, hanem tehát önleépítés, igen, ez egy jobb szó rá, hogy egy önleépítés, mert nem akar az illető ebből a keretből, ebből a szabályrendszerből kitörni és változtatni rajta. Az áldozat mentalitásnak vannak előnyei, ilyen előny, hogy akkor is segítséget kérhet az illető, amikor nincs is rá szüksége, nem kell felelősséget vállalni, odafigyelnek rá, ha panaszkodik, akkor sajnálják, ettől jobban érzi magát, a figyelem középpontjában van, energiát nyer, irányíthatja a másiknak az érzését, a gondolkozását, a hozzáállását, a tetteit. Aztán az áldozat szereppel az emberek hárítják magukról azt, hogy őt valaki, bárki kritizálja, vagy a hibáira felhívja a figyelmet, mert akkor ugyanúgy dühös, mint egy agresszor, tehát nem tűri az áldozata azt, hogy őt bírálják, kritizálják, vagy megmondják, hogy milyen ő valójában. Az áldozatok nagyon sokszor élvezik, hogy elvégzik helyettük a feladatokat, kiszolgálják őket, előnyben részesítik, aztán örülnek annak, hogyha ha drámát játszhatnak, ha ők a drámának a főszereplői, és a közönség az élvezettel tapsol nekik, részt vesz ebbe az áldozatmentalitásba, igazából ugye másokat kihasznál, és az olyan dolgokat is, az olyan eseményeket is, amelyek átlagosak, közönségesek, mindennapiak, amire úgy igazából fel se figyelnénk, azokat is különleges drámába csomagolja be, és ezt a drámát, ezt a túlfűszerezett valamit fogja az emberek elé tárni, tehát meghamisítja a másoknak a valóságát, formálja a gondolatukat, irányítja, manipulálja az áldozat mentalitás, az áldozat szerep az hatalmat ad mások felett, és elhiteti, hogy az áldozatra figyelnek, középpontba lehet, hogy érdeklik, tehát hogy az emberek érdeklődésének a középpontjába kerülhet, és hogy mennyi támogatója és mennyi segítője van. Ha megnézzük a különféle hozzászólásokat, különféle webhelyeken lévő írásokat, hogy ki hogy nyilvánul meg, mint áldozat, akkor abból nagy mértékben le lehet szűrni, hogy tulajdonképpen ő hogy látja magát, milyennek látja a kapcsolatait, kit mire akar felhasználni, kihasználni, és az is, hogy miért jó valakinek ez az áldozat szerep. Áldozat mentalitásnak van egy erősebb szintje is, egy erősebb fokozata, ez az áldozat komplexum.
amikor valaki kimondottan vágyik arra, hogy áldozat legyen, és tudatosan kerül olyan helyzetbe, hogy ő legyen az áldozat. A nyomorúságából, a bántalmazásból, a lelki fájdalmaiból táplálkozik, ez élteti, ez jelenti az egész életét, hogy ő egy mártír, egy áldozat, aki odaadja magát a másik emberért, egy szent ügyért például, és úgy gondolja, hogy ebbe ő sokkal különlegesebb, sokkal másabb, mint a többi ember. Az ilyen áldozatkomplexummal rendelkező emberek keresik azokat az embereket, hogy kiknek az áldozatai lehessenek, és keresnek olyan embereket is, akik viszont a megmentőjük lehet, és őket is igazán csak jól ki tudják használni, mert aki áldozatkomplexummal vagy áldozatmentalitással rendelkezik, az a megmentőjét különlegesnek látja, vagy elvár tőle dolgokat, és azt mondja, hogy a megmentőnek kötelessége őt neki megoldási stratégiákat adni, elvégezni helyette különféle feladatokat, figyelni rá, tenni az érdekébe, okos tanácsokat adni, és ezt az áldozat a saját jólétének az érdekébe használja fel, illetve használja ki a megmentőnek szánt embereket. Akkor, amikor egy kapcsolatot létrehozunk, vagy több kapcsolatot létrehozunk, akkor a kapcsolatainknak a minősége megmutatja azt, hogy milyen a tudatunk. Hogyha tiszta és helyes a tudatunk, a tudatszintünk, akkor jó kapcsolatokat hozunk létre, és ezek a kapcsolatok jól fognak működni. De hogyha nem tiszta a tudatunk, ha nem látunk rá a saját magunk viselkedésére, nem látunk rá azokra az okokra, amik miatt úgy viselkedünk, ahogy, akkor ez befolyásolni fogja a kapcsolatainknak is a minőségét. És nagyon sok esetben az emberek mindig kívülről várják a megoldást, hogy a problémájukat megoldják, holott a problémát önmaguk hozták létre, ők azok, tehát mi vagyunk azok, akik megteremtjük a problémáinkat, és mástól várjuk, hogy megoldják azokat. Sokszor felmerül az, hogy amikor egy bántalmazó kapcsolatba léptünk, vagy vagyunk, és próbáljuk megszakítani ezt a bántalmazó kapcsolatot, akkor miért van az, hogy egy idő után mindig mégis visszamászunk ebbe a bántalmazó kapcsolatba, miért van az, hogy a bántalmazó vissza tud szipkázni bennünket, és miért találjuk mindig magunkat ott abban a nagyon rossz, nagyon kellemetlen, nagyon fájdalmas élethelyzetben, hogy már megint ott vagyunk, mint áldozatok, és megint van valaki, aki agresszor lehet felettünk. Ha egyszer úgy határoz valaki, hogy kilép abból a kapcsolatból, és ezért különféle lépéseket is tesz, és az egyik ilyen lépés az, hogy külön megy, elhatárolódik az agresszorától, meghúzza a saját határait, nem veszi fel vele a kapcsolatot, no kontaktot tart, akkor az a dolga az életőnek, hogy álljon meg emellett, az elhatározása mellett. Tehát, hogyha te vagy bárki más úgy döntött, hogy kilépsz a kapcsolatból, mert eleged volt, látod a hátrányait, látod a fájdalmadat, látod a következményeket, és azt mondod, hogy eddig és ne tovább, akkor tartsd be, hogy tényleg nem találkozol, tartsd be a no kontaktot, ne teremts több problémát magadnak, mint ami van, és ne azzal foglalkozz, hogy az illető téged vissza akar porszívózni, vissza akar szívni abba a rossz kapcsolatba, hogy újra bántalmazhasson, hogy manipulálhasson és kihasználhasson, de ne foglalkozz ezzel. Az, hogy ő mit akar veled, ez az ő problémája. A te gondolatod az legyen, hogy te minden erőddel, minden eszközzel meg akarod szüntetni, illetve megszünteted ezt a kapcsolatot,
és a te dolgod az, hogy megmaradj ebbe az elhatározásba. Ha te mindig azzal foglalkozol, hogy ő visszaszippant, és tudakozol felőle, és figyelemmel kíséred, és belefoglalkozol, akkor újabb és újabb problémát teremtesz magadnak, nem tudsz igazán kilépni a kapcsolatból, nem tudod megtartani azt, amit elhatároztál magadban, nem éred el a célt, amit kitűztél magad elé, és tényleg úgy fogod érezni, hogy egy örök vesztes, egy örök lúzer vagy, egy olyan ember vagy, aki megérdemli, hogy bántalmazzák, aki tényleg beleragad az áldozatmentalitásba, és egy idő után már lételeme lesz, hogy ő áldozat lehessen. Gondolom, hogy lesznek olyanok, akik majd negatív kommenteket írnak, mert nem mindenkinek tetszik az, hogyha ez is tisztázva van, hogy az áldozat is tehet arról, hogy áldozat, és ez nem arról szól, hogy az agresszort, a bántót, a bántalmazót, a mérgező embert azt fel kellene menteni, erről szó sincs, mert mindenki a saját tettéért felel, de az áldozat azért felel, hogy ő miért lett áldozat. Nagyon jó lehetőségek vannak arra, hogy rálássunk a tudatállapotunkra, a tudatszintünkre, a tudatunk tisztaságára, rálássunk arra, hogy a kapcsolataink miért alakultak úgy, ahogy alakultak, és honnan ered ez, hogy nekünk egy olyan mérgező kapcsolatban volt, vagy van részünk, és nagyon jó lehetőségek vannak arra, hogy meglássuk, hogy miért vagyunk áldozatok, hogy ennek hol a gyökere, hol az eredete. Az egyik ilyen lehetőség, ez a meseterápia, a mesetréning, amikor egy élethelyzettel foglalkozó mesét dolgozunk fel, és ebből a meséből nézzük meg, hogy a szereplők milyen szerepekbe élnek, mit csinálnak, hogy gondolkoznak, mit cselekszenek, milyen következményei vannak ennek, milyen kapcsolataik vannak, a kapcsolatok hogy hatnak egymásra, és hogyha valami gondjuk, bajuk van, akkor annak mi volt a gyökere, hova lehet azt visszavezetni, illetve hogy a mesehősöknek, az ott a mesében lévő embereknek milyen a tudatszintje, a gondolkozásmódja, milyen sémák szerint gondolkoznak, milyen hiedelmeik vannak, milyen szülői tiltóparancsok működnek bennük. És hogyha ezeket megismerjük és rálátunk a különféle élethelyzetekre, akkor sokkal könnyebben meg tudjuk oldani a magunk problémáját is. Ezért mindenkinek szeretettel ajánlom én úgy hívom, hogy mesekép, életkép tréninget, tehát egy vagy több mesének a feldolgozása, és megnézve az, hogy a saját életünkre benne lévőket hogy tudjuk vonatkoztatni, és hogy tudjuk benne hasznosítani, milyen megoldásokat találunk a mesékben arra, hogy érdemes, hogy jó eljárni, és mi az, amit nem kell megtennünk, mi az, amit nem kell csinálni, mert nem jó eredménye lesz, hanem rossz. A következő videóban be fogok mutatni egy ilyen mesekép, életkép tréning folyamatot, illetve azt, hogy mit lehet egy-egy meséből kamatoztatni. Készítettem már több ilyen videót is, keresetek rá, több mesét is próbáltam minimális szinten feldolgozni, mert egy-egy mese feldolgozása nem olyan rövid idő, azért ahhoz idő kell, hogy dolgokra rálássunk és megértsük. És az lenne a jó, hogyha amikor ilyen mesei életképet fogok bemutatni nektek, vagy feldolgozni, akkor szeretettel ajánlom azt, hogy vegyetek papírt, tollat a kezetekbe, haladjatok velem a mese feldolgozásánál, vonatkoztassátok magatokra a dolgokat, amikor elhangzanak, és írjátok le, hogy mit tanultatok belőle, mi az, ami megvilágosodott benne, hogy valóban ki tudjunk lépni az áldozat szerepből, az áldozatmentalitásból, és egy olyan tiszta tudatra jussunk, aminek nem az a következménye már, hogy áldozatok leszünk, hanem az a következménye, hogy egy belső kontrollos, tiszta tudatú, felelősséget vállaló, az életét önmaga irányító, felelősségteljes döntéseket hozó emberekké válhassunk.
Köszönöm, hogy meghallgattad ezt a videót, ha tetszett, akkor kérlek, lájkold, oszd meg, iratkozz fel a csatornámra, és várlak vissza a többi videómra is. Szia, legyen szép napod!